Megkérdezte tőlem egy bácsi, most a Pilisvárosváron, nem is a régen, hogy mondjak egy vagy kettő dolgot, próbáljam összefoglalni egy vagy kettő mondatban a programunkat, vagy azt, hogy mit akarunk. És azt úgy tudom megfogalmazni, hogy rendet, nagyon komoly, ilyen egyszerű, röviden, rendet, pár betű, rendet minden oktatásban, kultúrában, médiában, közéletben, rendet, egy óriási kultúráj közepén élünk és lakunk és virulunk ebben az országban. A másik pedig a nemzeti érdekképviselet és nemzeti öncélúságot, nemzeti elsődlegességet, az, hogy a magyar embernek legyen az érdeke az első ember az országban. Ilyen röviden és ilyen egyszerűen összefoglalta jobbiknak a program, és minden benne van, amit írunk. A másik lehetőség, ha nem nyerik meg a választást, és mondjuk csak második erőként vagyunk a parlamentben. És most jön egy nagyon furcsa csavar, mit mondott Orbán Viktor, mivel hűítik az embereket, hogy bocsánat a kifejezésre, hogy a Fidesz részére. Nem csinálhatunk semmit. Hát egyrészt igen. Na most itt a tökéletesen annyira szívemből beszélt a Feri sok mondatával. Tehát hogy a legnehezebb, amikor mi arról beszélünk, hogy rendet akarunk, tudjátok mi lesz a legnehezebb? A fejekbe rendet rakni. Tehát az embereknek a hitét, a kisidőséget leszámolni. Hát vannak ilyen kedvenc mondataim, amiket szoktam hallani átlag választó polgároktól, úgymond, ez egyik a... Nem megyek el szavazni, mert úgyis az lesz, amit ők akarnak, de ez amit rosszul vagyok. Nem az én szavazatom múlik, ez a másik, amit ő rosszul vagyok, de van rettenetesen, mert egyszerűen ez a mentalitás, mert mindig ez a kis kádár izé, vagy ön majd valaki majd megmondja, hogy mit kell csinálni. Ez lesz a legnehezebb. Azzal hűítik most az embereket, hogy a Fidesznek ugye most már nem lehet azt mondani, hogy most már megint lehet egyébként, hogy két mondat ezelőtt nem lehet. 2002-ben, 2006-ban mi volt, egyetlen egy az ászló, mi vagyunk a jobb oldal, aki nem ránk szavaz a jobb oldal árulója, és ne szavaz a népre, ne szavaz másokra, de mi vagyunk csak a jobb oldal, mi vagyunk a nemzet, kell az 50%. Az elmúlt hónapok ugye az volt, hogy most már kétharmad kell, nem az 50%, a kétharmad kell, és mindenki, aki nem a jobb oldal, nem ránk szavaz, az a jobb oldal, az megosztó, minden jobbikos tip, mindjárt a jobb oldal árulói vagytok egyébként, így a jobb oldal kedvesek, veszes értelmezésben, mert nem vagytok hajlandóak oda szavazni. És mit gondolt, hogy mit tud egy párt 10 vagy 15%-kal elérni? Tetszek emlékezni erre a mondatra? Benne volt az évértékelő beszédében. Hát az SZD, mit nem is úgy is fogalmazott, hogy mit tud egy párt 10 vagy 15%-kal elintézni? Hát az SZD ezt 5%-kal az egész országot elintézte. Hát ebben ülünk most bele, ha kormányunk volt, ha emellett, ha ellenzékben. 58%-kal ezt az egész nemzetet tacsra vágta. Voltak ebben még hajtásainak szövetségesei, az hát azért a komoly felelősség hárul rájuk. És higgyétek el, nem kell föltétlen kormányon lenni az, és ez a lényeg, és ezért biztatunk mindenkit, hogy kell a jobbikra szavazni, és aki változást akar, radikális változást, nem ilyen itt az idő, ugyanez a fórum, ugyanez a bácsi, nagyon jó volt, mondta, hogy mit ír, mit tesz a plakátra, mondtam ugyanígy, mint Feri az, hogy itt az idő. És egy bácsi közbeszólt, és morgogott, hogy volt elég idő. Hát nem nagy is ilyen. Az elmúlt 8 évben. Na jó, jó, bocsánat. És igen, és aki tényleg radikális változást akar, az szavazzon rá, és ne azt mérlegelje, amikor ránk akar szavazni, hogy most meg tudjuk-e nyerni a választást, vagy nem tudjuk megnyerni a választást, hanem az, hogy a Jobbik minél nagyobb erővel legyen ott, és kényszerítse ki. És azért, és most van egy önvallomásom az irányotokban. Én nem gondolom egyébként a Fideszt beleig romlott pártok, és nem gondolom azt, hogy ott mindenki egyforma, nem gondolom, hogy egy Font Sándort, egy Dacs Tamáshoz lehetne hasonlítani, mert normálisan működő országokban azért nem föltétlenül biztos, hogy nekik egy párnak kellene politizálniuk. Bízom abban, hogy ott azért vannak igenis tisztességes jó szándékú magyar emberek, akik pontosan tudják, és ez az ő nagy tragédiájuk, pontosan tudják, hogy mit kellene csinálni, de nem csinálhatják meg, mert rá nem merik, béne engedik nekik. Mi akár ezeket az embereket is megtámogatjuk, egy kicsit biztatjuk kívülről is ellenzékbe, hogy az az álláspont győzedelmeskedjen, és ne a Matolcsi féle, meg a Dacs Tamás féle, a liberális, a mindenkit kiszolgáló, minden nap alányaló, a mindent feladó liberális álláspont, ez az egyik. A másik, mi be fogjuk terjeszteni azokat a törvényjavaslatokat, amit a Fidesz a büdös életben nem fog beterjeszteni, csak a szavazói hiszik róla azt, hogy be fogja terjeszteni. Amennyiben önök, ti bizalmat szavaztok nekem, innen, onnan, máshonnan, akár, ha én a következő parlamentnek csak majd országgyűlésre fogjuk hívni, most még egyelőre parlament, kupolás cirkuszban mindjárt este. Ha én ennek a következő kupolás cirkusznak a tagja leszek, és a frakciótól megkapom azt a bizalmat, hogy ennyi lehet ez a lehetőség, akkor én június 4-én fel fogok állni a parlamentbe, és a programban szereplő Trianon emléknapnak a törvénytervezetét be fogom gyűjteni a magyar parlamentben. És várni fogom a Fidesznek a reakcióját, a büdös életben nem fogja a Fidesz ezt a törvénytervezetet.
az összes szavazói elvárja, vagy a szavazóinak a 90%-ot elvárná, nem fogja. A Fidesz a holokauszt emléknapjára büszke. És nem fogja benyújtani. De nem fog tudni mit csinálni, mert a szavazói elvárás megvan az irányával. Ugyanez a földtörvénnyel kapcsolatban, a rendvédelmi törvényekkel kapcsolatban, bármivel. A Fidesz nem azt képvisel, amit a szavazóinak a többsége gondol. Meg fogjuk csinálni, fel fogunk állni, ellenzéki képviselőként be fogjuk nyújtani, és akkor majd szint kell hallani a Fidesznek, hogy azokat az igazán valódi nemzeti célokat támogatni fogja el. És ehhez nem kell, hogy megnyerjük a választást, még csak az se kell, hogy nem tudom, mekkora erővel ott legyünk, minél nagyobb erővel ott vagyunk, annál inkább tudunk a súlyunkkal a Fideszre ránehezedni, valóban arra szorítani rá őket, amiben ők lesznek kormányon, hogy azokat a változásokat, amiket egyébként közülük is nagyon sokan tudnak, és közülük is nagyon sokan egyetértenek a programjukkal, még azt is megértem, hogy vannak, akik már egzisztenciás, akkor ott van 10 éve, 15 éve, 20 éve, nem jön el. Nekünk őket kell biztatni, őket kell támogatni, és őket erősíteni abba, hogy igenis igazuk van, akik tényleg tudják, és tényleg egyetértenek a programunkkal, és tényleg tudják, hogy mit kell megcsinálni, akkor majd azokat, akik kívülről fogjuk, és mi fogjuk beterjeszteni azokat a törvényjavaslatokat, és hogy támogatni fogják, és ha kell, akkor ellenzékből, és higgyék el, ellenzékből, és nagyon-nagyon sok minden végig fogunk tudni ebből a programból. És az az kell, hogy minél nagyobb erővel ott legyünk, és másodlagos, hogy kinyerjük meg a választást. Ha pedig nem, ha pedig nem tudunk elszeretni, erre most semmilyen reális opció nincsen, tehát én sem tudom választani, amit a Feri mondott. Ha meg ezt a programot mi ezért vagy azért vagy amazért mégsem tudjuk megvalósítani, azért mert ellenzik, mert hogy ez mégis összezár és mégsem fogja megcsinálni, akkor meg be lesz fejezve a múlta, vége, kész, tényleg, én nem tudom, fogom, megyek, emigrálom, kiköltözöm a székelyföldre, veszik, ami legyenes fogom a székely rágyát, és kecsinek fogok terelni.